Egyszerű és szélsőséges érzelmek, fölösleges rétegek nélkül, miközben végig jelen van a bizonytalanság. Így jellemezhető Verdi Don Carlos című operája, ami egyben a Miskolci Nemzeti Színház legújabb bemutatója is. A darabot Keszég László rendezésében láthatja a közönség. Olasz nyelv, Verdi muzsika, zsarnoki uralkodó és szerelmi háromszög. Hamisítatlan operával köszönti a februárt a Miskolci Nemzeti Színház. Don Carlos története a 16. századi Spanyolországot idézi a nagy színházi deszkákra. A címszerep összetett figura, nehéz feladat egy énekes számára. Neki az a lelke olyan, mint egy hullámvas. Mikor lent van, mikor fent van. Mindig a dolgokban mindig a rosszat látja meg. Nem a rosszat, hanem a balsó. A rosszat, meg a, ami nem olyan kedvező számára. Mindig jobbat akar, de mindig azt látja meg, hogy ez most neki nagyon rossz lesz. Ami nagyon gyúlékony lélek. Don Carlos vívódó hős, akit mély szomorúság gyötör, mert zsarnok uralkodó apjának feleségébe szerelmes. A királyné viszont második Fülöp asszonya. Azé az uralkodói, aki egész Európán rajta tartja a kezét. Az uralkodó viszont mélyen belül sokkal több ennél. Elég csak az árjára gondolni, ami elég híres. Mindenki ismeri, és ez végülis egy gyötrődő férfi, aki végülis rájön, hogy egy olyan embert vett feleség, aki nem szerette őt soha. Tehát, hogy ezért itt sikerül úgymond hálószoba titkokat megmutatnunk, tehát egy igazán nagy és erősnek gondolt uralkodó mögött is, igen, ott van az ember. Verdi Schiller történetét írta át operává, librettójában pontos instrukciókat ad, minden apró részletre figyel. A rendező szerint a bizonytalanság a legjellemzőbb szó a történetre, amit a zene is tökéletesen érzékeltet. Sokrétű, de csodálatos, csodálatosan megírta a bizonytalanságot. Ahogy mozognak a hangnemek, ahogy a ritmusok váltakoznak, ez mind pontosan és tudatosan milliméterről milliméterre kitalálták. Úgyhogy ez élvezet volt ezen dolgozni. Verdi Don Carlos című operáját február 7-én pénteken mutatják be a Nagy Színházban.